Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 2-a a jó szellemek éjszakája. Ezen az estén vagy éjszakán kívánhatsz valamit, mert ez a kívánság megvalósul. Ebben segítenek a jó szellemek. Ahogy átéled január 2-át, ezeket az eseményeket, vagy ezt az energiát, automatikusan átviszed szeptember hónapra. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. A témákról beszámolok ebben a videóban. Itt nem csak szeptember hónapról van szó, hanem a szűz jegyének az energiájáról. Ez a szertartás véd a támadások ellen. Segít abban, hogy komoly és fontos döntéseket tudj hozni. Nagyon sok mindent rendezni tudsz magad körül. Ami még fontos, ennél a szertartásnál ez a gyógyító erő, és ez kihat mindenféle betegségekre is. Az is lehet, hogy ez a hivatásod, ezen a területen szeretnél dolgozni, akkor a szertartás segít abban, vagy lehet ez a kívánságod január 2-án, hogy kapj lehetőségeket, hogy kapj egy jó ajánlatot. Ami még fontos, a tudás, a tanulás, azon kívül, hogy ne légy túl kritikus másokkal szemben, vagy saját magad szemben. Amit még ez az energia, ez a szertartás jelent, ezek a reális dolgok, hogy egy álom, egy elképzelés meg tudjon valósulni. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Ehhez az energiához, illetve szertartáshoz kiválasztottam itt ezt a jóslást, ahol a belső egyensúlyról van szó, hiszen minden betegségeknél, vagy a gyógyító erőnél, vagy abban a helyzetben, amikor rendezni szeretnénk bizonyos dolgokat, döntéseket hozunk, vagy megvalósítjuk a terveinket, ebben segít a nyugalom, a belső egyensúly. Ez a jóslás, ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem, mint személyes jóslás, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint. A fő téma itt felül látható, ez a gyűrű. Ez jelentheti a te házasságodat, vagy az ő házasságát, ez lehet egy házassági ajánlat és egy eljegyzés, amit a gyűrű még jelent a kapcsolatok, ez lehet szerelmi kapcsolat, lehetnek barátságok vagy munkahelyi kapcsolat. Amit a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból. Ezek lehetnek kármikus kapcsolatok is. Amit a gyűrű még jelent, ezek a szerződések. Ez lehet egy munkahelyi szerződés, vagy egy adásvételi szerződés. És megnézzük, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Itt látható a mozgás. Előre mennek az események. Ezt át tudod élni különböző életterületen. Például, ha van egy saját céged, akkor itt most lesz mozgás. Vagy más területeken előre mennek a dolgok, kapsz egy ajánlatot, sok minden történik körülötted,
hiszen van mozgás. A kép mindarra utal, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó, vagy kirándulás, vagy költözködés. Azt is jelentheti, hogy egy férfi visszatér hozzád a múltból, hiszen a gyűrű jelent visszatérő kapcsolatokat, és közeledik hozzád. Az is lehet, hogy ez a férfi a lelki társad, és ő közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt a virágcsokrot. Ez lehet tényleg egy virágcsokor, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás, vagy egy kellemes meglepetés. Amit a virág még itt jelent, az ő gondolata, hogy így lát téged, észreveszi a szép környezetet, a te szépségedet, a te nőiességedet. Az alapok itt láthatóak. Mégpedig a kereszt jelenti a hitet. Hinni kell benne, vagy ebben a kapcsolatban. A kereszt jelenti a találkozást is, amikor a sors utak kereszteződnek. Itt előfordulhat, hogy két férfiről van szó. Az egyik a lelki társad, a másik pedig valaki a múltból, és a sors utatok újra kereszteződik. A kereszt jelent fontos döntéseket is, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a döntés számodra kellemes, hiszen erre utal a virágcsokor, egy kellemes meglepetés, és így előre mennek az események. A gólya szintén változásokra utal, gyakran jelent költözködést. És itt vannak az anyagi dolgok, az anyagi helyzetben változik valami, az is lehet, hogy a pénz útban van hozzád, vagy hozzá. Javul az anyagi helyzet. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, ezt kimondja, hiszen itt van ez az ajándék, vagy ez a kellemes meglepetés. A hold jelentheti a te anyukádat, vagy az övét, vagy az anyai érzelmeket. A hold és a gólya jelenthet egy kisbabának a születését is. De amit a hold még jelent, ezek az álmok, a vágyak, vagy az elképzelések, és itt lesz egy szerencsés fordulat, változások, értékek, döntések, kapcsolatok, és itt van a mozgás, ez az álom megvalósulhat. Erre utal a mai nap, tehát január 2-a és ez a szertartás, hogy ez az álom megvalósuljon, hiszen a szűz elemét néztük meg, erről van szó, és a szűz eleme az utal a reális dolgokra. Tehát ez a terv megvalósítható. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!